Ismét ünnepre gyűltünk össze. Minden évben együtt emlékezünk meg a március 15-i eseményekről, a forradalom hőséről. Óvodásként és iskolásként zászlókat, kokárdákat készítettünk. Olvassunk Petőfiről, Kossuthról, Táncsicsról. Később megismertük az események történelmi hátterét is. Ilyen mozaikból épül fel tudatunkban március 15-e tablója, és ilyen mozaikokból épül fel műsorunk is, ahogy mi látjuk a márciusi eseményeket. A versek, a zenék, a táncok egy gondolatkörű csoportosulnak, mely műsorunk ilyen mondata lehet. Áldassék a nevet, forradalom! Babics Mihály, Petőfi koszorúi, Pécsben. Hol a szem szemével farka szemet nézni? Ki meri meglátni? Ki meri idézni az igazi arcát? Ünnepe vak ünnep? Folysóin a szavak úgy lobognak, akár az olcsó gyertyák. Szabadságcsillaga volt hajdal a magyar, de ma már maga sem tudja, hogy mit akar. Talán zaj a csöngye, s úgy támoljuk az idők sikátorán, mint átvezetett fog, rabafogház útrán. Börtönből börtönbe. Kelj magyar ifjúság! Légy te virág magad, nem drótos füzérbe görbítve, légy szabad virág, szabad földön, hogy árván, megrablott birtokán, mondhassa a magyar, kicsi az én szobám, kicsi, de nem börtön. Ahogy virág vagy te, légy virág, légy igaz, legyen lelked szabad, legyen hangod igaz az ő ünnepén. Így koporsó tömlöcét elkerülte, most hazug koszorúk láncait ne törje el ellen. Fiatal nők és férfiak a forradalom hangja.
Mindenkinek más jut eszébe, ha arra gondol, 1848. március 15-e. A szabadság olyan, mint a napfény. A szabadság olyan, mint a szellő, egy mosoly, egy simogatás. A szabadság azt jelenti, hogy mások szemébe nézhetek. A szabadság azt jelenti, hogy szabadon nevethetek és sírhatok. A szabadság azt jelenti, hogy szabadon álmodhatok. A szabadság azt jelenti, hogy szabadon szerethetek. Nekünk, a műsor szereplőinek dolgokat, érzéseket, érzelmeket jelent. Múlt és jelen keveredésé. A múltnak, melynek ma is van aktualitása, üzenet a számunkra. Szükség van megállásra, a történésekre való emlékezésre, az értékelésre, tisztelgésre, tiszteletnevésre, arra, hogy együtt legyünk. Nekem az ünnep a hazámat jelenti. Nehéz ma a fiataloknak hazaszeretetről beszélni. Egy olyan korban, amikor sokan külföldön képzelik el a jövőjüket. Idő kell, amíg az ember rászmér, mit is jelent szeretni a hazáját. Nekem a nemzet. Emlékezzünk a bátorságra, a márciusi ifjak hangjára, az eső illatára, állunk mi is a tömegben, és velük együtt hallgatjuk a 12 pontot. Gondolatban megidézzük Petőfit, Jókait, Vasvárit és társaik szellemét. Látjuk magunk előtt fiatal költőt, aki óriási évvel és lelkesedéssel szavalta a nemzetdalát, melyet aztán százak visszhangoztak, szűnni nem akaró a lelkesedéssel. És énekelni kezdünk mi is, előbb halkan, aztán egyre hangosabban, hogy mindenhol meghallhassák. Énekeljük együtt a szabadság dalát. Boldogabb jövőben. Ó, nagy nap, szép nap, légy örökre áldott,
hoz mindig új fényt, új dalt, új világot. Mit tudunk a forradalom e fontos helyszínéről? Sok adat van a birtokunkban, de ez az épület ezeknél sokkal több. Itt bontakozott ki a forradalom gondolata, és születnek meg eszméi. Itt található a közvélemény asztala, ahol a március ifjaknak nevezett fiatalok és egyetemisták gyülekeztek. Elhatározták, hogy maguk vívják ki a sajtószabadságot, mert akkor csak a bécsi udvar jóváhagyásával jelenhetett meg a magyar nyelvű írás. Megjött Pozsonyból a hajó! Mi híreket hoz vajon? Pozsonyból jött a hír, Bécsben kitört a forradalom. Az osztrákok elkergették Metternich kancellárt. Szörnyűség! Hát már a német is, csak a magyar nem tesz semmit. Cselekedjünk, uraim! Ne tétovázzunk tovább! Polgártársa! Még kér a nép, most adjatok neki, vagy nem tudjátok? Mi szörnyű a nép? A föld kell, s nem kér, de vesz ragad. Nem hallottátok Dózsa gyöngy hírét? Izzó vastagon, őt elégetéknek, de szellemét a tűz nem égeti meg, mert az maga tűz. Úgy vigyázzatok, ismét pusztítat el ám rajtadok. Polgártársa, Petőfinek igaza van. Mondjuk ki, hogy a 12 pont azonnali életbeléptetését követeljük. Vajon a horgési kiokai? Megmondtam neki, hogy gyűjtse pontokban kívánna amelyikat, mégpedig oly módon, hogy világos és érthető legyen. Elég volt már sok kérvény. Nem írunk több kérvényt az országgyűlésnek. Most a néphez kell fordulnunk. A népet kell megszólítanunk. A tápra magyar hangját majd meghallja mindenki. Itt van minden, amit óhajtanánk, minden, miért életünket adnánk, minden, miért harcolni és meghalni készek vagyunk. Követeljük a 12 pesti pont érvényesítését. Követeljük! Szabadságot a magyar népnek! Fő
rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés választható. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak, ősapány, kik szabadon értek harta, szolgaföldben nem nyugodnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok. A vörös-fehér zöld fog használhatni.
Hamarosan teljesült a Budáról zöldő nép kívánsága. Táncsics Börtön adja a megnyit. A nép diadalmenetben hozta Táncsics Mihályt, a szegény parasztja gyerekeinek képviselőjét. A választmány legalább 20 000 embertes életében fölment Budára a helytartó tanácshoz és előadta kívánatait. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránt a rendelet, a cenzúra eltöröltetett, s Táncsics Börtön ajtaja megnyílt. Ó, szabadság! Hadd nézzünk szemedbe! Oly sokáig vártunk rád epedve! Annyi én által, mint kísértet, bolygót látunk a világban, érted? Kerestünk mi égen földön téged, az istenséget. Te vagy örök, a többi mind bálvánk, melyen roskat egy ideig állunk. Ismét magyar lett a magyar, mert akkor itt nem voltam. Hogy is lett volna? Szolga volt, és nem magyar, aki szolga. Ismét magyar lett a magyar, kardot ragad a kezében, kardján a napsütár vagyok, s a bátorság szemében. Ismét magyar lett a magyar, a siklát kitézünk, és a világ, a nagyvilág, cserákat látni készül. Szabad a magyar nép, szabad valahára, kinek láncot vertek kezére, lábára, s görben terekvával arabit átvonta, mint ha csak állna, és nem ember lett volna. Szabad a magyar nép, fejét föltarthatja, kénye kedve szerint kezét mozgatja, s mely előbb, mint bilincs őt egyszorította, a vasat, mint kardot, ő szorítja mostan. Hazai és szabadság, ez a két szó, melyet először tanuljon dalgától a gyermek, és ha a csatában a halál eléri, utolszor e két szót mondja ki a férfi. Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtóról a bilincs. Üdvözlét születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, kívánkoztam és küzdöttem érettel. Üdvözöllek, oly magas örömmel, milyen mély volt fájdalmam, midőn még nélkülöztünk fégedet. Ó, szabadságunk, édes kedves újszülött, légy hosszú életünk a földön, élj addig, míg csak él egy magyar. Melyek a nap eredményei? A bécsi udvar a pesti események hatására meghátrált, és a pozsonyi országgyűlés határozatait törvényre emelte. Kinevezte az első magyarokból álló magyar országgyűlésnek felelős kormány Gróf Batthyány Lajos vezetésével. Közben titkon a nemzetiségeket lázította a magyarok ellen. Hadjárat, csatát. Aki nem volt tanulja meg mesterségét, maga
alvás vagy a mozgás szabadsága. Akit ebben korlátoznak az alatt, akkor is, ha nem csörög, bűnik csak ezért. Az egyenlő szabadság és az egyenlő jogok teszik a forrás, melyből mindenki egyaránt meríthet, jólétet, boldogságot, áldást. Az ember érhetik csapások, elvehetik tőle a házát, a földjét, a vagyonát, a hazáját, de a lelke örökre szabad marad, mely szabadon száll a vágyai, gondolatai és az érzései szárnyán, mint egy kismadár, mely mindannyiunkat összeköt, bármilyen távol szakadunk egymástól.